nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A legjobbak versenyeztek, megtartották a Cinege Madár népzenei verseny döntőjét. Átadták a szolgálati lakást, régi vágyuk teljesült a nagydorogiaknak és a bikácsiaknak. Diák Olimpia, veretlenül lett bajnok a Szekszárdi Ady Endre Technikum foci csapata. A legfőbb feladat most a növényvédelem. Lisztharmat, a peronoszpóra és a fekete rothadás is megjelent a Szekszárdi borvidéken. Pénteken megtartották a Cinege Madár Tolna vármegyei népzenei verseny döntőjét. Több mint 30 hagyományőrző előadást hallgathatott meg a zsűri a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Ezzel egyúttal kezdetét vette a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is, ahová 3 napon keresztül várják a látogatókat számos kulturális és szórakoztató programmal. Ezúttal már a legjobbak léptek fel a Cinege Madár Tolna megyei népzenei versenyen. A megmérettetésnek több évtizedes hagyománya van. Még 1990 áprilisában hívta életre Szabady Mihály. Ez idő alatt számos alkalommal megrendezték ezt az egész vármegyét megmozgató találkozót, amely később aztán abba maradt, és csak 6 évvel ezelőtt indult újra útjára. A 9 éves Martini Lara, aki egyébként most lépett először színpadra, egyénileg indult, azt mondja, sokat készült a döntőre. Egy héten nekem 2-szer van órám citerából, és hát még volt olyan, hogy még próbára is kellett menjek. A népzenei versennyel egyúttal a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is kezdetét vette, ahova 3 napon keresztül várják a látogatókat, számos kulturális és szórakoztató programmal május 27-e és 29-e között. Azt hiszem nem is lehetne kiválóbb felvezető műsorral ezt a nagyon szép hétvégét elindítani, mint egy olyan hagyományos rendezvénnyel, amelynek sok-sok év óta már a Babits Mihály Kulturális Központ a házigazdája. Ez egy olyan kultikus esemény itt Tolna megyében, amely nagyon régi időkre nyúlik vissza. A pünkösdi hétvége a gyereknappal is egybeesik, így a szervezők elsősorban a Béla Király téren készülnek a kicsiknek, családoknak, egyebek mellett bábszínházzal. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan a Prometheus Parkban és a Szent István téren vidámpark és kézműves udvar várja az érdeklődőket. Elkezdődtek Szekszárdon a hétvégi pünkösdi fesztivál kapcsán elrendelt útlezárások. Pénteken már nem lehetett autóval behajtani a Szent István tér környékére, egészen az Arany János és a Mikes utcákig. Szombaton, vasárnap és hétfőn szintén korlátozva lesz az autós közlekedés a Széchenyi utcában, valamint a Béla Király tér egy részén. A gépjármű forgalom elől elzárt területeken a gyalogos közlekedés engedélyezett. 6% lehet 2024-ben az infláció. Ezt a pénzügyminiszter mondta. Varga Mihály szerint az inflációs helyzet nagyon nehezen kezelhető, mert az eurózóna országaiban is nőtt a pénzromlás mértéke az elmúlt hónapban. A kormány bízik benne, hogy az év második felében jelentősen csökkenni fog a drágulás, mondta a szaktárca vezetője. Hozzátette, a költségvetés konszolidációja folytatódik, és jövőre 3% alatti lesz az államháztartás hiánya. Az államadóság esetében további csökkenést vár a kormány. Néhány évvel ezelőtt ugye elképzelhetetlennek tűnt, hogy Európában háború törjön ki, most pedig tapasztalhatjuk, hogy közvetlen szomszédságunkban folyik egy háború, egy katonai konfliktus, amelynek a következményeivel mi is nap mint nap szembesülünk. Ennek következményeként azzal számolunk, hogy ez a háborús helyzet elhúzódhat, tehát a magyar költségvetésnek arra kell felkészülnie, hogy a háború rövid időn belül nem fog befejeződni, a 2024-es évben is tartani fog, és ennek a hatásai érintenek bennünket. 260 négyzetméteres háziorvosi szolgálati lakást adtak át Nagydorogon. A beruházásra a Magyar Falu programon nyert pénzt a település. Az ingatlanban lakó orvos a szomszédos Bikácson élőket is ellátja.
260 négyzetméteres a most átadott új szolgálati épület. Itt lakik majd Nagy Dorog és Bikács házi orvosa a családjával. Az ingatlan minden igényt kielégítő, a melegről és a hűvösről hőszivattyú gondoskodik, de padlófűtés is szolgálja a használók kényelmét. Az épület stílusa külsőleg makovec elemeket tartalmaz, 216 négyzetméteres és egy 56 négyzetméteres terasz társul hozzá. Az ingatlan megépítésére 380 millió forintot költhetett az önkormányzat a Magyar Falu programnak köszönhetően. Süli János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a pályázat kiíróinak az volt a szándéka, hogy a kis településeken olyan háziorvosi szolgálati lakások épüljenek, amelyek akár 50-100 év múlva is képesek lesznek betölteni a funkciójukat. Olyan épületek jöjjenek létre, ahol az értelmiség szívesen fogvidékre költözni, szívesen végzi a munkát, és ilyen épületekben gyerekeit szívesen fogja fölnevelni. Zsiko Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke arról beszélt, Nagy Dorog az elmúlt években látványos fejlődésnek indult. Ha Nagy Dorogon végigmegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy egy óriási dinamizmus van a településben, egy ilyen kisvárosi életérzése is lehet annak, aki itt Nagy Dorogon jön, megy, vagy itt él. Egészen elképesztő, azt gondolom, az az elmúlt éves fejlődés, amit itt tapasztalhatunk, szóval látszik az, hogy jó gazdája van a településnek. A szolgálati ingatlan egyébként épp szemben helyezkedik el a háziorvosi és a fogorvosi rendelővel. Zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőriznek jövő héten a NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Pakson, Szedresen és Simontorján kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétvégén Tolna vármegyében, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön. A figyelmeztetésben azt írták, várhatóan ezekben a régiókban meghaladja az UV-index a 7-es értéket pénteken. Felhívták a figyelmet arra, hogy ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Azt javasolják, hogy ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és használjanak vállat, takaró pólót, szalmakalapot, illetve fényvédő krémet. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpir keletkezhet, tették hozzá. Veretlenül lett diákolimpiai bajnok a Szekszárdi Ady Endre Technikum foci csapata. Összesen 220 csoport, több mint 3100 tanuló rúgta a bőrt a körzeti versenyeken és a megyei döntőkön az 5.-6. korcsoportos labdarúgás diákolimpia keretében. A fiúk közülük kerültek ki legjobbként. Együtt ünnepeltek a végső győzelem után a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium tanulói. A fiúk ugyanis részt vettek az 5.-6. korcsoportos labdarúgás diákolimpián, amelyen összesen 220 csapat mérkőzött meg. A 8 fős társaság ráadásul veretlenül szerezte meg az első helyet. Igazából szerintem tisztában voltunk a képességeinkkel, és nagyon erős csapatnak mondanám magunkat. Szerencsére régóta együtt játszottunk, így a nagy része a csapatnak, és így szerintem ez a top 3, ez egy reális cél volt. A döntőt a Debreceni Sportcentrumban tartották meg, ahol 20 csapat és összesen mintegy 200 labdarúgó lépett pályára. Először csoportokban mérkőztek meg a csapatok, az Ady gárdája innen is veretlenül jutott tovább a másnapi fordulóba, ahol keresztjátékokkal dőltek el a helyezések. A fiúk ezen a napon is vereség nélkül a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanulóival szemben szerezték meg a végső győzelmet. Úgy gondolom, hogy a fiúk teljesítményére Szekszárdváros Tolna megye is büszke lett, az iskolában mindenki büszke. Próbáltunk itt utána kutatni, és a legjobb tudásunk szerint még Tolna megyében ilyen sikert ebbe a korcsoportban senki nem ért el, úgyhogy ezért is nyilván büszkék vagyunk rájuk. Hozzáállásban mindent, ahogy teljesítettek, kifogástalan volt. Az aranyérem mellett a legjobb kapusnak járó külön díjat is elhozták, amelyet Bognár Zsolt érdemelt ki, valamint a bajnok csapat testnevelőjeként Hegedűs Horváth Simonetta is elismerést vehetett át.
A következő évtized legelején már szolgálatba állhatnak az új paksi blokkok, ezt a beruházásért felelős külgazdasági és külügyminiszter mondta. Az Európai Bizottság ugyanis jóvá hagyta a Paks 2 kivitelezési és pénzügyi szerződések módosítását, így lehetővé válik az építkezés felgyorsítása. A tárcavezető május elején már beszélt arról, hogy a Paks 2 esetében mind a finanszírozási, mind a kivitelezési szerződés esetében olyan módosításokban állapodtak meg az orosz partnerrel, amely a beruházás struktúráját és a végrehajtóját, a projektcéget érintetlenül hagyja. Az Európai Uniós helyreállítási alap mintegy 2300 milliárd forintos támogatási összege, és az azt meghaladó hitel jelentős részben energetikai, és ezzel a zöld átmenetet biztosító beruházásokról szól, jelentette ki Navracsics Tibor pénteken. A területfejlesztési miniszter azt mondta, amit ma tudunk a jövő zöld gazdaságáról, azt ezekkel az uniós forrásokkal kívánjuk megalapozni. Ezeket nagyon gyorsan kellene megvalósítani, és miután nagyságrendileg jelentős költségekről van szó, ezek valóban európai összefogást igényelnek más tagállamok esetében is, jelezte Navracsics Tibor. A lisztharmata, peronoszpóra és egy ritka betegség, a fekete rothadás is megjelent a szekszárdi borvidéken. Szakemberek szerint a borászok legfőbb feladata most a növényvédelem. Ebből a szempontból legmeghatározóbbak az elkövetkezendő hetek lesznek, ugyanis a melegben felgyorsul a fertőzések terjedése. Az a lényeg, hogy milyen távolságra vannak a hajtások, tehát ott mindegyiken egy vagy két fürt azért van. Az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen komolyabb problémát nem okoztak a borászoknak a kórokozók. Tavaly a legtöbb ültetvényben, ha meg is jelent a kártevő május környékén, el is tűnt a forró száraz nyárban. Idén nem árt azonban résen lenni, ugyanis az eddigi alacsony kezdeti fertőzés intenzitás egyik fő oka az volt, hogy kevés volt az induláshoz szükséges téli-tavaszi csapadék mennyisége. Ezúttal viszont kifejezetten esős volt a tavasz. A szakemberek már május elején találkoztak lisztharmattal, és a peronoszpóra is megjelent. Tokai György fél hektáron gazdálkodik a szekszárdi porkoláb völgyben. Azt mondja, hogy a hagyományos növényvédelemre esküszik, eddig két permetezésen van túl. Én még nem álltam be a bióba. Itt a környéken már van néhány gazda, aki a bio gazdálkodást választotta. Én még egyelőre maradtam a hagyományos növényvédelemnél. Hát ezt olyan 6-7 permetezés egy szezonba, amivel úgy általában meg tudtam védeni eddig még mindig a szőlőt. A szekszárdi kertbarátkör elnöke szerint az elkövetkezendő hetek lesznek meghatározóak, ugyanis a melegben felgyorsul a fertőzés terjedése. Hál' Istennek itt megoldott a gazda, hogy a gyomirtás, mert hogyha óriási a gyomfelület, akkor nehezen szárad föl a talaj, páratartalom van, és a fertőzés az még így fokozódik. A másik, ami nagyon fontos ilyenkor, már elindul a törzsítítás, hajtásválogatás, tehát ezzel is szellősebbé tesszük a tőkét, így a permetszer könnyebben oda jut, ahova kell. Egy ritka betegség, a fekete rothadás is megjelent a szekszárdi borvidéken, utóbbi a szőlő minden részét támadja, azaz a levelet, a hajtást, akár a kacsot is, de a legsúlyosabb mértékben a fürtöt és a bogyókat károsíthatja. Ferenc Vilmos szerint az, hogy milyen lesz az idei évjárat, majd június-július környékén fog eldőlni. Regionális híreink következnek. Fontos kérdésekben döntöttek a képviselők, közgyűlés a Vármegyei Önkormányzaton. Védelem a netes támadás ellen, milliárdos károkat okoznak a kiberbűnözők. Vitte a gyógyszereket és a talált pénzt is, hamar lebukott az alkalmi tolvaj Szigetváron. Számos fontos kérdésben döntött a Baranya vármegyei önkormányzat képviselőtestülete. A politikusok elsőként arról szavaztak, hogy Baranya is csatlakozik az országgyűlés békepárti határozatához. Emellett fejlesztési és támogatási kérdésekben is szavaztak a képviselők. Megtartotta soron következő közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. A képviselők számos napirendi pontról döntöttek, melyek többek között fejlesztési kérdésekkel is foglalkoztak. Elsőként azonban egy fontos témában határoztak a politikusok.
11 szavazattal a Fidesz és a KDNP képviselőinek támogatásával elfogadtuk azt az országgyűlés által az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójára beterjesztett békepárti határati javaslatot, amelyhez csatlakozott Baranya vármegye is, amelyel Baranya vármegye polgárai is kinyilvánították azon szándékukat, hogy a szomszédunkban zajló háború kapcsán legfontosabb az azonnali tűzszünet és a béketárgyások mielőbbi megkezdése, hiszen csak tűzszünettel és békével lehet emberi életeket menteni. Baranyában számunkra ez azt jelenti, hogy Baranya vármegyében is a vállalkozások és a települések akkor tudnak fejlődni, hogyha béke és biztonság van a térségben és az országban. Ez számunkra is kiemelten fontos. Csalódásként éltük meg, hogy a baloldal képviselői nem támogatták a békepárti határozatot. Sajnos ez ismét bebizonyította, hogy a baloldalra fontos nemzeti ügyekben nem számíthatnak a magyarok. A közgyűlés ezután egyhangú igen szavazattal fogadta el egyebek mellett a 2022. évi költségvetés teljesítését, a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletet, valamint az idei évi költségvetésről szóló rendelet módosítását. Döntöttek arról is a képviselők, hogy a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigényt megkapja még két település. Egyházasharaszti önkormányzata egy kétcsoportos bölcsöde kialakítására elnyert projektet egészíthet ki több mint 5,5 millió forinttal, valamint Szava község önkormányzata a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére költhet plusz közel 4 millió forintot. Alapítványok támogatásáról is szavazott a testület, ennek keretében a Lőveiért Alapítvány és a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola dolgozóiért és diákjaiért alapítvány 100-100 ezer forintban, a Propannónia kiadói alapítvány pedig 150 ezer forintban részesül. Hogyan lehet megvédeni a hazai vállalatokat a kibertámadásokkal szemben? Milyen jogi szabályozás növelheti az ügyfelek biztonságérzetét? Erről is szó volt azon a tájékoztató fórum sorozaton, amelyet Pécsen tartottak. Itt a baranyai cégek képviselői tájékoztatták az aktuális kiberbiztonsági fenyegetettségekről, valamint a védelem lehetőségeiről. Szinte naponta hívják fel a szakemberek, rendőrök a figyelmünket arra, hogy ne adjuk ki személyes adatainkat, azonosítóinkat a digitális térben, mert azok bűnözőkhöz kerülhetnek, és akár a bankszámlánkat is kifoszhatják a neten keresztül. A hétköznapi emberek mellett a cégeket, hivatalokat sem kímélik a kibertámadások, ezzel pedig jelentős kárt okoznak a piaci szereplőknek is. Mostanában egyébként a úgynevezett zsarológus jelentik a legnagyobb problémát. Itt tavaly előtti évet néztünk, illetve bocsánat, tavaly évet néztük meg, mint egy két hónapot, és azt láttuk, hogy 250 millió forint az az összeg, amit váltságdíjként ki kellett fizetni az érintett vállalatoknak, és több mint 500 millió forintot költöttek az infrastruktúráiknak a megerősítésére. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a számokat, akár éves szinten, ezek több milliárdos tételt tesznek ki, és több milliárdos kár keletkezik. Ezek az adatok csak hazánkra vonatkoznak. Ezért kezdtek tájékoztató rendezvény sorozatba a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló új törvény tervezetét ismertetik a vállalatok cégek vezetőivel az ország nagyvárosaiban. A szabályozásnak az a célja, hogy beruházzunk a vállalati informatikának a biztonságába, és lehetőség szerint, amit eddig kifizettünk váltságdíjként, vagy valamilyen módon, de kárként szenvedtünk el, azt fordítsuk inkább a védekezésre. Ennek két előnye van. Egy, talán nem fognak ezek a vállalatok ilyen kibertámadásokat elszenvedni. Kettő, valószínűleg egyébként a versenyelőnyük is meg lesz, hiszen egy felkészültebb, digitalizáltabb környezetet tudnak mutatni nem csak a partnereik felé, hanem adott esetben a lakosság szolgáltatások irányába is ezek megjelennek. Csütörtökön Pécsen tartottak előadást a témában. Itt Baranya megye vállalatai cégei mintegy 50-en képviseltették magukat. Gyógyszerért ment, de pénzt is szerzett a beszerző útján az a nő, aki ellen most emelt vádat a szigetvári ügyészség. Még tavaly használta ki az adódó alkalmat a vádlott, amikor magához vette a patika pultján felejtett tárcát. Tettét rögzítette a biztonsági kamera, így néhány órán belül rendőrkézre került az elkövető. Egy szigetvári gyógyszertárban vásárolt ez a nő tavaly novemberben. A vásárlás befejezése után pénztárcáját a kiszolgáló ablak előtti pulton felejtette, ezt karikázták be a felvételen az ügyészség munkatársai. A sértett távozása után jól látható a biztonsági kamera felvételén, hogy egy nő lép oda a szabadon maradt pulthoz.
A nyíl mutatja az ott maradt pénztárcát. A vádlott a sértett távozása után lépett a kiszolgáló ablakhoz, és észlelte, hogy a sértett otthagyta a pénztárcáját. Ő is vásárolt, majd a vásárlás befejezését követően magához vette a sértett pénztárcáját, és azzal együtt távozott az üzletből. A pénztárcában volt 27.200 forint készpénz, személyes okmányuk és bankkártya. A vádlott kivette a készpénzt a tárcából, majd megkérte egy hozzátartozóját, hogy a pénztárcát adja le találtárgyként egy közeli üzletben. Hozzátartozója, aki nem tudott arról, hogy a tárca lopott, egy közeli üzletben találtárgyként leadta a pénztárcát. A vádlott cselekménye lopás vétségének minősül. A Szigetvári járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy tekintettel a vádlott büntetlen előéletére, beismerő vallomására és arra, hogy a lopással okozott kár is megtérült, a bíróság a vádlottat büntetővégzésben bocsássa próbára. A gyógyszertár biztonsági kamerájának felvétele alapján sikerült beazonosítani az elkövetőt néhány órán belül. Megtalálták nála az eltulajdonított pénzt, amit lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosának. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. A legjobbak versenyeztek, megtartották a Cinege Madár népzenei verseny döntőjét. Átadták a szolgálati lakást, régi vágyuk teljesült a nagydorogiaknak és a bikácsiaknak. Diák Olimpia, veretlenül lett bajnok a szekszárdi Ady Endre Technikum foci csapata. A legfőbb feladat most a növényvédelem. Lisztharmat, a peronoszpóra és a fekete rothadás is megjelent a szekszárdi borvidéken. A hosszú hétvégén zömében napsütéses időnk lesz. Szombaton számíthatunk napközben kisebb csapadékgócokra, de kora estére ezek is megszűnnek. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is élvezik a pünkösdi hosszú hétvégét. Menjenek rendezvényekre, koncertekre, egyenek finomakat, vagy csak sétáljanak egyet a természetben. És ne feledjék, kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!